Bréko, Bréko, jelentkezz, jelentkezz, szívizomgörcsös mindenki. Szerelmi háromszög jobban elvileg megy. Mindenki kész! Így kéne egyébként, így. Mert borzasztóan szar. Nagyon fáj a fülem. Ja igen. Kicsit lejjebb vettem a hangot. Fontos a hang. Na és akkor így már be tudom állítani. Be lehet állítani, hogy ablakos legyen a grafika. Nincs olyan. Miért minden normál egyébként? Csak megkérdezem. Nem kell. LOL, egyből fényesebb lett. Azt nem kell. Fény! Pászmák! Jó. Ez egyből fényesebb lett. Na, 500-nál járunk, ugye? Ja, live-ba kicsit hülyéskedtem, direkt nem mentem a izébe. A történet szerint, de inkább felveszem, mert tudom, hogy úgy sokkal hangosabban hallotok. Úgyhogy bevállalom azt, hogy fájni fog a fülem. Mert tudjátok, nagyon nyomja. És alapból nekem kiskorom óta mindig érzékeny volt a fülem, rettentő sokat begyulladt. Nem mehettem strandra nagyon, mert belement a víz, meg minden más. Na. Szóval most csinálunk egy történetet. Nem is tudom, hogyan történhetett. Bocsi! Volt. Ja, elfejtettem, hogy kijátszod. Kész! Volt. Tegnap. Egyszer. Egy. Galiba gyere. Azt mondja egyik néző, hogy... Izé, mondom, milyen sok pénzem van. Szefi, a játék végén millió így lesz. Ja? Mondom, bocs. Igazából van kedvem játszani vele, szóval azért valamilyen szinten én is vártam már, hogy legyen. Ezt, bocs, de ezt nem tudom kiadni, ezt annyira imádom. Ops. Kicsit átvadunk a csocskára. Gyerítjek, gyertek paritjások! Kezdte a röhögött ez a... Mi az, hogy paritjások? Hát paritjások. Na mindjárt megyek, csak egyszerűen nem tudom abba hagyni, hogy ne üljön meg őket. Meg legalább van egy kis akció. Merénylet. Hó. Érted, az emberek meg mennek. Ugye beszéltük live-on azt, hogy most már nem lehet megölni a civileket. Illetve érzék azt jelen így... nosztalgiáztunk, vagy hogy mondjam, hogy így eszmefuttatásokat végeztünk, ugye ez most befolyásolja azt, hogy olyan, hogy kötött a játék, vagy nem. Ahová megyek, megölök meg. Az mi volt? Kész, vége az ember. Vége az emberiségnek, gyerekek. De mi az a lőszer zsákmányolása hosszan? Ja, nem az. Nem azon az értem, hanem hogy lőszerek megtelt. Így van fogalmazva. Na, menjünk most már a cucliho. Kicsit hangosabbra veszem nekik a játékot, mert most meg azban van a lelkiismert furdalásom. Szóval felveszem 50%-ra nektek. Így remélhetőleg jó lesz. Jó, de még megnézem az enyém. Jó, az enyém az maxon van. Akkor elvileg nagyon jó hallotok, nem? Szia! Na. Jó. Nézd a macska. Kíváncsi vagyok, hogy... De lehet-e lőni? Le, jó.
És így már ártatlanokat is le lehet? Így már... Aha. Jó. Jujuj! Most nagyon rossz lesz. De inkább karddal, ha dobálszunk. Úgy nyomtam. Most valahogy dinamikusabb lett a játék, szóval... Nagyon gyorsan kell menni a betűt. De néha olyan, mint a késne a hang, de az nem izé, az ilyen buk. Hopsz. Az mi? Szia! Bolt. Na, azért ez az éme. Mondjátok, hogy az éme, tényleg nem. A paricás barátom, meg hova még? Töltények megtelt. Értem. Ezzel még mindig kiolkodok. Hüvelybe. Na. Az Assassin's Creed-nél külön nyelvjárásom lesz, gyerekek. Töltények megtelt. Hüvelybe. Ilyen hülyeségek. Egyszerűen nem tudok eljutni az izéhez, mert olyan jó ezeket az őröket tölni. Nincs valami achievement, hogy... Az mi? Ott van valami szar. Liftek, tartsd lenyomva a shiftet. Ó, jó, hogy ilyen is van, jó van, epic. Amúgy tetszik, hogy nem ilyen modern a város, hanem egy ilyen cserepes házak meg ilyenek, szóval tetszik. Amúgy. Hogy nem teljesen modern, mert azt hiszem a háromban azért valamilyen szinten már elég ilyen kövesek voltak. Szóval nem volt annyi szín bennük szerintem. Pum-pum. Nem? Nem értetek velem egyet? Nyugodtan lehet belém kötni, max megharapszok, azt mondom. Esküszöm, így ezzel izét így nyertem. Azt hittem már, hogy nem fog lebukni. De jó, ezeket nem fogom kizsákmányolni. Az mi volt? Magától feldobta a touchot. Értem. Na mindig. Civileket nem szabad ölni, jó van. De, hogyha szabadon, de csak lő eszközzel lehet őket ölni. Szóval eléggé megadta a módját a játék, hogy igen, ha akarsz ölni, akkor igen, következményei vannak. Bár ha úgy vesszük, akkor minden ember ártatlan, kivéve aki nem. Az egy bölcs mondás szerintem. Tündi remélem élvezi a játékot, mert ő nagyon imádja az Assassin's Creed-et, és ő kifejezetten szereti, hogyha játszok vele. Meg ugye ti is. Az ember, aki jövendőmondókat szokott hágni. Na, addig iszok. Good morning, Duncan. Jó reggelt, Duncan, erre jöjjön. Az hogy? Mi volt? I found a man to purchase my remaining sugar! Quite a coup, I must say! Uha! He just called you Edward. Oh, that's the merchant who sailed me here. Out of caution, I gave him a false name. Glor. Yeah. Well done. Osturi! We'll catch up on it. Later. Very punctual, Duncan. This way. Here he is. A man both Templars and assassins have sought for. Az a baj, hogy ez akkora rizikó, amiben most ő belement. I told your surname is Roberts. Is this so? Elég csak egy emlék, akivel régen volt, és akkor már egyből. According to old tales, the blood of a sage is required to enter the observatory. We have the key. Now we need only its location. Perhaps Mr. Roberts will be eager to provide it. Transfer him to my residence. Főleg, hogy ilyen arca, legalább változtatnám meg kicsit, mit tudom én, megborotválkozik, vagy valami. Kövesd a templomot. Ez mennyien vagyunk már? De most, az mit volt? Az egy fehér assassin volt. I see.
One of your early letters mentioned. Láttátok, vagy csak én vagyok hülye? Na szóval, ez a helyzet, amit ő most felvállalt, hogy belebújik más ember szerepébe, az annyira vérzik, hogy az valami eszméletlen. És képzeld el, az ugyanígy... Mondjuk régebben találkoztam volna azzal a kalapossal. Na, és csak észrevette volna, hogy ma máshogy néz ki, nem? Már megbukott az egész. Ugye minél többet benne vagyunk, mert minél hosszabb ideig, annál jobban így elmúlik ez, de elég egy ismerős. És már az elején találkozott egy ismerőssel. Használd a pisztolyt harc közelben. F. Ja, azt a szirakat kell ölni, az vicces azért. Mit folyik? Az mi? Hagyjál már, ez epik! Gyorsabban, gyorsabban, gyorsabban! Az igen. Assassinnal ölnek assassint. Ez annyira paradox nekem. It's nice fucking phone. Védelem megtörés. Mi van már? Az igen, neki kell boxolni. Jujjúj. Dolgozzá, dolgozzá. Tizék is vannak ugyanazni. Mi van, túl messze kerülti a szövetségesítő, túl sokáig. Most tudom, hol voltak. Jó, akkor csapó 4 millió gyereke. Véd. Kösz. Ott áll érte. Az igen, 600-an vannak. Jó, van itt, hogy nem tudom. Gyorsan. Értem, hogy van, amit nem értem, rohadt. Elindult? Istenem, most nem hol vannak ezek. Hát így nem lehet megölni őket, hogyha izé közben mászkálnak. Mindegy, ahogy gondolja. Az igen! Szlagálom szóval. Ilyen egyszerűen meghalnak az emberek, látják? Stabilizató! És mi a? Fogd el! Kösz. Az előbb még itt haldok voltam, nem? You're a nimble one, I'll give you that! Az mi már? Nekem is használnom kell valahogy. Kapd el a jövendő módon. Hát így nehezen fogom elkapni. Hát ez így mi volt? Meg az nekem a liftet is használnom kell. Mindegy elé vágok valahogy. You're a nimble one, I'll give you that. Aha, ezt nem is lehet használni már. Kapd el, az mit jelent? Hogy öljen meg? Csak azt mondom, hogy öljen meg. Hang back and make this easy on both of us, mate. Jó van. Kedvem izé. Ezt igen? Stop, or I'll kneecap you.
De ez mi? Mindenki tud Assassin's Creed-ezni? Jaj, ne. Ezzel le fog ugrani, vagy valami. Jujjuj. Ez gulag. Menjél már tovább! Értem. Beszarok. Most tudom hol van egy ilyen. Ne! Ha 50 méterre megy, akkor igen. Istenem! Bolygó hollandi! Szerető szívizom, gyerek. Nem szeretek sokáig pöcsölni. Igen, nem tudom, mikor meg kell a tető maradni, mikor nem. Közben kell valami kis utat látni. Both of us, mate. Both of us. Így valahol fel fog mászni, ne? Maradtok. Stop, or I'll kneecap you. Értem. Erre nagyon szükségem volt most. De már itt izgulok a hülyeségeimben. De miért akar fölmenni ez mindenhova? Ezt viszont nem szeretem, hogy óvatatlanul is belepofázik az érzelmem. Ne, jussak el, izé, igazán így. 50 méter. Tizgulok a hülyeségtel. Szembe jön vele. Fogd el ez. Nagyon közel vagyok hozzá. Verd meg, kösz. Igen, igen. Kitörtem amúgy a nyakát, nem? Well done, lapdog. Jó kutya vagy. Quiet. We'll see him to the prisons, Grandmaster. Double the watch. Well, I'll be buggered. What an active day we've had, gents. See, he's set on all sides by our enemies. We must be more cautious. I do wish I could remain to see our drama done, but I must avail myself of these winds and sail for England. By all means, Captain, speed and fortune to you. With luck, I'll return myself a governor. And with my idiot king's blessing, no less. Adios. Adios, amigo. As for you, Mr. Walpole, I consider this the first payment in a long-term investment. Gracias. Obliged. I would like you to be present for the interrogation tomorrow. Call around noon. Yes, sir. At. Hogyha Assassinok tényleg ilyen izék. Az ember, aki jövendőmondónak hívnak. Ugolj rá a jövendőmondóra fentről. Kösz. Ilyen hülyeség, de legalább mondaná, érted? Kaptam pénztet. Csinálj meg még egyet, mert ez elég izgalmas volt. Köszönöm szépen, ha esetleg azt mondtad, hogy egészségemre. Vagy hogy jóulást. Viszont szerintem... Idd. És megint köszönöm, ha ezt megismételted. Na, csináljunk egy ilyet. Megbízás elfogadásra. Ne kérni. Összetűzni. Jó. Csináljuk meg akkor.
Create the new composition. Jó, van, nincs messze. Vesd meg a karózokat. Hol van? Ja? Hát a rianzó. Get off my car! Mindkét kalózél. Pull me from the deep there, Captain. Jack thanks you hearty. Na, menjünk föl. Szerintem. Na. Ez mi? Ez hülye? Ez tényleg hülye. Ez tényleg olyan fel ez. Ezt nem hiszem el. Egyszerűen annyira érzékeny, hogy minden szarra jövök el. Ne esd le! Meg kell tudni, hogy merre járkál. Jó volt? Nem kerültem össze tűzésbe. Az igen az! Ezt végén megharap vizékhoz. Az igen, az igen. Na. Az igen. Istent a fél óra. Akkor innen fogjuk folytatni, mert nekem most mennem kell. Úgyhogy addig is sziasztok! És remélem boldogok lesztek.